Az biztos, hogy egy hihetetlen eredmény, hogy 195 országban vetítették a Tour de Hongrie, hogy egész Európában az Eurosporton keresztül látható volt, és ráadásul most a jövő héten fog indulni egy reklámkampány, amit ennek a csomagnak a keretében kaptunk, úgyhogy 100 félperces reklám, meg 4 millió banneren tudjuk népszerűsíteni Magyarországot, úgyhogy összességében szerintem ez egy nagyszerű eredmény. Akivel én beszéltem, államtitkárok, miniszterek, azok szembesültek azzal, hogy hát jó érzés volt látni az Eurosporton a magyar körverseny. Ilyen minőségű felvételek magyar tájakról, kulturális emlékekről, várakról, kastélyokról még nem nagyon született. Különböző nemzetek a saját kerékpáros körversenyeiket azt mind-mind nagyon komolyan ország marketing céljára használják. A versenyszervezői nagyszerűen végezték a munkájukat, mert azt a sok-sok éves, vagy mondhatjuk évtizedes lemaradást, amit összehoztunk, azt egy jó nagy ugrással idén átugrottuk, úgyhogy szerintem a mi versenyünk az most versenyképes a régiós országok versenyével. Egyetlen olyan sport nincsen talán a kerékpározáson kívül, ami ennyire jó lehetőséget ad arra, hogy a kerékpáros útvonal melletti tájat bemutassuk. Nagyon bízom abban, hogy a városok meg fogják látni ebben a lehetőséget, hiszen meg tudják mutatni magukat tulajdonképpen az egész világnak. Azt hiszem, hogy messze-messze mindenkinek a várakozásait ez a 2018-as esztendő felülmúlta.